A Kaposvári Sportközpont és sportiskola úszónője hosszú utat tett meg azóta, hogy Dombóváron megtanult úszni a Farkas Attila úszodában. Halmai Petra Dombóváron a második úszó tehetség Rózsa Norbert után, aki megmérettetheti magát európai és világversenyeken is. Jó úton halad, az országos bajnokságon mutatott eredményei legalábbis ezt mutatják. Amikor elkezdtem az általánosul itt 6 évesen, akkor úgy döntöttem, hogy rendesen megtanulok úszni, anyáik szerették volna, hogy megtanuljak úszni. Társas táncoltam, balettoztam, aerobikoztam, ezek nem jöttek be. És akkor hát az úszásnál ragadtam, elkerültem Fehérvárra, utána most Amerikába, és már 16-17 éve az úszás szerelmese vagyok. Nekem a hátúszás volt az úszás, nem, mióta elkezdtem úszni, meg úgy mondom, még a vegyes, meg a pillangó, ami úgy mindig közbejátszik. Viszont nekem mellben mindig azt mondták, hogy soha nem leszek már úszó, hogy nekem nincsen olyan technikám. És hát makacs rejtem le azért, és azt mondtam, hogy hát akkor én már úszó leszek, akkor én megtanulok úszni. És most ott vagyok igazából olimpiai kvalifikációs. Halmai Petra úszópályáját a Dombóvári Sportiskola Egyesület színeiben kezdte. Az általános iskola után Székesfehérváron folytatta tanulmányait, ahol szintén rengeteg időt töltött az úszással. Reggel és délután több órát töltött a vízben az edzések alkalmával. Akkor a Hullám 91 Egyesület úszójaként versenyzett és ért el szép eredményeket. Érettségi után az Egyesült Államokban, Floridában pszichológia szakon kezdte meg tanulmányait. 4 éve pont országos bajnokság előtt kaptam Idaho-ból egy ajánlatot, hogy szeretnének teljes ösztöndíjat ajánlani, hogy ez esetleg érdekelne. És pont még emlékszem, hogy ott álltam az ajtó előtt, hogy indulunk bajnokságra, és akkor úgy ezt úgy a fejemben volt, de egy kicsit úgy félretoltam. És akkor azon a bajnokságon mind a 3 leúszásba kizártak. És tehát mindig más volt az indok, hogy miért zártak ki, én úgy gondolom, hogy ez azért nem így működik, és senki más nem látott semmit, és én ott eldöntöttem, hogy én megpróbálom. Tehát akkor az volt bennem, hogy itt van ez most ez a lehetőség, és szeretnék vele élni, nem akarom úgy leélni az életemet, hogy mi lett volna, ha megpróbálom, vagy nem próbálom meg, és hát ugye Magyarországra bármikor visszajöhetek. És akkor elkezdett ez érdekelni, több edző megkeresett, ilyen 30-35 egyetemről megkerestek, és nekem, ugye most a Florida Gulf Coast University-n vagyok, nekem ez az edző volt, akinél úgy éreztem, hogy tényleg nagyon akar, és hogy teljesen hisz bennem, ugye úgy volt, hogy hát mi is az Amerika, tehát fogalmam sem volt róla, úgyhogy igazából csak belecsöppentem majdnem, hogy nulla angollal, de hát ennek kivágok, és akkor így jött ez az egész ötlet. 2018-ban az országos rövidpályás úszóbajnokságon 200 méter mellúszásban győzni tudott, 100 méteren a 3. helyet ért célba. Már akkor felhívta magára a figyelmet, hogy még számolni kell vele, nem adja fel. Jelenleg a legjobb idővel rendelkezik mellúszásban 100 méteres távon, amely a jövőre nézve nagyon bíztató. A kezdeti nehézségek után sokat köszönhet annak a mentalitásnak, amivel őt fogadták az egyetemen, és amit sikerült az évek alatt elsajátítania. Kitartása, hogy megmutassa a világnak tehetségét, viszi lépésről lépésre, egyre közelebb céljához, valamint a bizonyítási vágy segíti át a kihívásokon. Petra óriási tervekkel, álmukkal rendelkezik a jövőre nézve.